Sok szeretettel köszöntök mindenkit legújabb videómban, melyben azt boncolgatom, hogy milyen érdekes év néz elénk 2023-ra vonatkozóan, miket tartogathat számunkra ez az év, annál is inkább, mivel a tavalyi év vége is elég érdekesre sikeredett, hiszen számomra szimbolikus jelentése van annak, hogy az egyébként rossz egészségügyi állapotra hivatkozó 16. Benedek pápa lemondott évekkel ezelőtt a pápai tisztségéről, pont a tavalyi év utolsó napján adta vissza lelkét a Teremtőnek. Nos, nézzük, hogy a nem sokára befejeződő első hónapja 2023-nak miket tartogatott számunkra, hiszen a tavalyi év közepén kialakult megélhetési válságot sokan úgy tippelték meg, hogy az idei évben némiképp enyhülni fog. A tendenciák, a folyamatok viszont azt mutatják, hogy az élet nem, hogy nem olcsóbb, hanem egyre drágább kezd lenni. Problémák kiváltó okait nem lokálisan, hanem globálisan kell keresni, hiszen a világban tapasztalható folyamatok azok, amelyek kihatnak a mi nemzetgazdaságunkra is. A folyamatos gazdasági fejlődést azt az Eurázsiai Gazdasági Együttműködés lett volna hivatott megteremteni, ezzel szemben viszont a keleti szomszédunkban dúló háború ezt végképp lehetetlenné tette, hiszen ahelyett, hogy az Európa Unió vezetése arra törekedne, hogy ez a háború minél előbb befejeződjön, 100 millió eurókkal és a legmodernebb fegyverekkel támogatja Ukrajnát, melynek következtében Oroszország gyakorlatilag egy embargó alatt áll, és az olcsó orosz nyersanyag sajnos többszörösére emelkedett ennek köszönhetően. Látszik, hogy a szankciók nem azt sújtják, akire a szankciók kilettek találva, hanem azt sújtják, akik a szankciókat kitalálták, magát Európát. Ezeket a folyamatokat volt hivatott boncolgatni az idén januárban szintén Davosban összehívott világgazdasági fórum konferenciája, amelyre jelképes és szimbolikus, hogy magát Oroszországot idén nem hívták meg. Pedig a napnál is világosabb, hogy nehéz úgy közös nevezőre jutni, hogy a két vitás fél közül, jelen esetben Oroszország és a Nyugat közül az egyik felet meg sem hívják a tárgyalóasztalhoz. Bár egészen abszurd, hogy Oroszország nélkül teszik ezt, de jelenleg pont az volt a téma az év elején Davosban, hogy hogyan kéne megoldani azt az élelmiszer és energiaválságot, mely a világon begyűrűzött sajnos a legtöbb országba. A sors fintora, hogy pont azok keressék rá a megoldást, akik előidézték ezt az egész folyamatot. Nincs az a válság, melynek ne lennének meg a haszonélvezői, nincs az a válság, melyen egyesek ne keresnének busás hasznot, és hiába esett vissza a földgáz és az olaj világpiaci ára, hiába hivatkoztak erre az előző évben, hogy a mindennapi élethez szükséges termékeknek ezért ment fel az ára, az áresést követően valahogy ezeknek a termékeknek az árai már nem estek vissza az eredeti árukra. Hazánkban az infláció 20% feletti, a mindennapi megélhetéshez szükséges dolgoknál pedig egész egyszerűen van, hogy a 100%-ot is meghaladja. A keresetek azok valahogy nem követték ezt az inflációt, a megélhetési válság pedig nálunk, Magyarországon, talán az összes többi környező államnál jobban érzékelhető. Mindeközben Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter Davosba látogatott a Magyar Honvédség egyik gépén, pont ott keresve a megoldásokat a jelenleg világban zajló folyamatokra, ahol éppen azok gyűltek össze, akik előidézték azt, mint már említettem korábban is. A jelek szerint pedig a regnáló magyar kormány ennek a globalista törekvéseket megfogalmazó társaságnak a legfőbb kiszolgálója, hiszen az elmúlt 12 év kormányzás alatt nem arra törekedtek, hogy önálló nemzetgazdaságot hozzanak létre, hogy megteremtsék az energia és az élelmiszer önrendelkezésünket, önellátásunkat, hanem globalista cégeket, multikat telepítettek le az országba, kvázi egy autóipari összeszerelő üzemmé degradálták Magyarországot. Márpedig önálló nemzetgazdaság nélkül rendkívül sebezhetőek és kiszolgáltatottak vagyunk. Ezt fogja mutatni majd azaz egyre inkább kézzelfogható és tapasztalható recesszió is, melynek Magyarország, hogyha a folyamatok nem fognak változni, akkor a nagy vesztese lesz. Márpedig ha leáll a gazdaság motorja, hogyha az ellátási lánc is veszélybe kerül, hogyha megnövekedik a munkanélküliség, ez soha nem globális szinten, mindig csak helyi szinten lehetett orvosolni. Éppen ezért a Mi Hazánk mozgalom, ahogy a Virradat programjában is megfogalmazta, mi arra törekszünk, hogy Magyarországot, Európa volt éléskamráját újra ezzel a címmel illessük, hiszen a magyar mezőgazdaságra kell alapoznunk, és a magyar mezőgazdaságra épülő feldolgozó iparra, mely legrosszabb
legrosszabb esetben legalább a saját lakosaink egészséges élelmiszerre való biztos ellátását fogja garantálni. S bár világviszonylatban is és hazánkban is egyre több ember ébredezik, a legtöbb ember a többségi társadalom sajnos még mindig nem fogja fel, hogy milyen óriási problémával állunk szemben, és a napjaikat még mindig a napi bulvár tölti ki, illetve sokkal fontosabbnak tartják azt, hogy bizonyos közösségi felületeknek az adott forgalom használatáért kell majd fizetni, mint azt, hogy élelmiszer és energiaválsággal állunk szemben. Pedig nincs több vesztegetni való időnk, minden egyes perc, minden egyes másodperc hátráltat minket a megoldásoknak az elhozatalában. Mi viszont abban hiszünk és azt látjuk egyedüli megoldásnak, hogy az előbb említett programunkat valóra válthassuk, azt megvalósíthassuk, és ezzel Magyarországot megmentjük, hogy ne csak 1000 éves múltunk, de 1000 éves jövőnk is legyen. Mintha az egész világ fogott volna össze ellenünk, és a magyar ember hajlamos arra, hogy csak a saját kárán tanul, éppen ezért egész egyszerűen most már nincs több időnk, akár egy debreceni akkumulátorgyár, akár egy gödi Samsung, vagy egy újabb elhibázott kormányzati döntés lép életbe. Nekünk, mi hazánkosoknak a nemzet immunrendszerének kell megoldási javaslatokat kerítenünk, és most már lejárt a szavak ideje, tettekre van szükség, így számítunk rátok is.